A romániai munkavállalóknak 15 hivatalos szabadnapot ír elő a munkatörvénykönyv. 2020-ban ezek közül 11 esett hétköznapra, 2021-ben azonban csak 7 ilyen lesz. A 15 hivatalos munkaszüneti napból 8 hétvégére esik 2021-ben, ami amúgy is szabad lenne. Az új év második napja idén szombatra esik, míg január 24-e a Román Fejedelemségek Egyesülésének napja vasárnapra. A húsvéti ünnep első napja minden évben vasárnap. Ez a nyugati egyházak esetében idén április 4-én lesz. Hasonló a helyzet pünkösd vasárnapjával. Az ortodox hívők duplán pehesek, hisz május 1-e szombat, húsvét vasárnapját pedig másnap ünneplik. Továbbá az augusztus 15-ei nagyboldogasszony ünnepe vasárnapra esik, karácsony kétnapos ünnepe pedig szombatra és vasárnapra. Hétköznapra az alábbi munkaszüneti napok esnek. Január 1-e pénteken lesz, ezen kívül szabad nagypéntek, húsvét és pünköst hétfő a felekezetek szerinti dátumon. Hivatalos munkaszüneti nap továbbá június 1-e kedd, november 30-a és december 1-e egy kedd és az azt követő szerda. A jelenleg érvényben lévő munkatörvénykönyv szerint a más törvényes vallásokhoz tartozó személyek két-két napot kapnak a három vallási ünnepre. Minden évben január 15-éig kormányhatározattal állapítják meg azokat a munkanapokat, amelyekre az állami alkalmazottak munkaszüneti napot kapnak a hivatalos szabadnapok előtt vagy után, valamint azokat a napokat is, amikor ezeket be kell pótolniuk. Erre 2021-ben a június 1-e előtti hétfőn, illetve november 29-én szintén egy hétfőn mutatkozik jó esély.